Az a néhány gondolat, amit most szeretnék megosztani veletek és a nézőkkel, az virágvasárnappal kapcsolatos. Virágvasárnap a nagy hétnek a nyitánya. Egy nagyon összetett és mégis nagyon egyszerű ünnep. Tele van szimbólumokkal, tele van mozgással. A virágvasárnapi ünneplés, így a mi házunk táján, így a római katolikus liturgia szerint, az a templomon kívül kezdődik el. Megszenteljük a barkákat, más helyeken, más országokban a pálmaágakat, és körmenetszerűen kintről vonulunk be, ez is egy fontos mozdulat, nem mindenki képes rá, hogy a külvilágból befele forduljon, de erre hív meg minket virágvasárnap az egyház, hogy befele is figyeljünk, és aki befele figyel, az felfele tekint. Megszentelt barkaágakkal bevonulunk a templomba. Ez egy kicsit felidézi a 2000 évvel ezelőtti eseményt, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. Szamárháton az emberek üdvözölték, nagyon-nagyon tisztelték, hallottak róla sok-sok jót. Ugye hozzáfűződnek nem csak a tanítások, de a csodái is. Most újjongva, ünnepelve fogadják, Hozsánna Dávid fiának, így fogadják. És van itt valami, ami engem évről évre elgondolkodtat, hogy ugyanez a tömeg, ugyanazok az emberek, akik virágvasárnap így hittel, nagy szeretettel, pozitivitással fogadják Jézust, nagyjából ugyanezek az emberek néhány nap múlva megtagadják. Biztos, hogy én is ilyen vagyok, vagy hogy fordulunk így át, hogy változunk így meg néhány nap alatt, miért okozunk csalódást, miért hagyunk ekkora űrt magunk után. Ezen el lehet gondolkodni. Az ember fejlődhet, növekedhet, de idáig is visszasüllyedhet, hogy valakit, akit nagyon-nagyon támogatok, egyszer csak cserben hagyom. Hogy ez a bizalomnak az elvesztése, vagy nem tudom ezt. Ezen lehet egy jót elmélkedni, de ez is a virágvasárnapi ünneplésnek a része. Aztán a virágvasárnapi szertartásban, a Szentmisének a közepén, a legtöbb templomban, ahol ezt megtehetik, elénekeljük a passiót. A passió az Jézus szenvedés története. Főleg Jézus életének mondjuk így az utolsó 12 órája, elítéltetése, találkozása Pilátussal, ez a párbeszéd, aztán a megostorozása, kínszenvedése, keresztre feszítése, haldoklása, hogy ne mondjam azt, hogy a fuldoklása, maga a halál pillanata, ezt egy döbbenetes csenddel emlékezik meg a liturgia, letérdelünk és csendben maradunk. Nem éneklünk, nem imádkozunk, nem mondunk semmit. Néhány másodpercnyi csend. A halálra ez a legjobb válasz. És valami, amit szeretnék még előre vetíteni, ugye előtérbe kerül a kereszt. A virágvasárnapi ünneplésben egy fontos szerepet kap Jézus keresztje. A kereszt úgy végig kíséri születéstől egészen a temetésünkig, a sírunkig, majd a kereszt eljelöli meg a papa sírunkat. Ez végig kíséri az életünket. Mi ez? Mi ez? Ez az életnek a realitása. Egy hatalmas nagy egyensúly van, hogy részesülünk sok-sok jóban, kapunk az élettől sok örömet, és az örömteli pillanatoknak a folyamata, az a boldogság, az ember átéli a földön, legalábbis ki, amilyen mértékben eléri a boldogságát, de átéli a fájdalmakat is. Mi a kereszt? A tehetetlenség. Egy-egy helyzetben a valamire való képtelenség, a növekedésben, a jóra fordulásban, a kereszt lehet egy munkanélküliség, a pénznélküliséggel küzdő családokban jelen van ez a kereszt, vagy ez lehet egy betegség,
egy krónikus betegség, ami hónapokon, éveken keresztül kíséri egy embernek az életét. Nagyon sok minden lehet a kereszt, és ez egy jó alkalom, ez a virágvasárnap, és most már előrevetítve a nagy hét, a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, a húsvét vasárnap, hogy feltámadás nincsen kereszt nélkül. Egy új élet, az életnek egy egészen új, magasabb rendű dimenziója addig nem nyílik meg, amíg nem éljük át a szorítást, a beszűkülést, a krízist. Virágvasárnap ez a nagy hétnek a nyitánya. Benne van a virág, egy kicsit így ünnepeljük már elővételezve a húsvét dicsőségét, fényét. Nekem a húsvét képéből a kő, amely elhengeredik Jézus sírja elől, és a halál torkából előlép Jézus, nekem ez tetszik, és én azt kívánom mindenkinek a szívéről, most húsvétkor essen le egy nagy kő, hengeredjen el, és sikerüljön a sok-sok fájdalom és a kereszthordozás mellett, vagy azok után feltámadni egy új életre. Ezt kívánom mindnyájunknak.